Kedves nézők, táncoljunk egy kicsit, pontosan egy órát. Természetesen hol? Párizsban, a Bercy sportcsarnokban, ahonnan megszoktuk már, hogy ilyen tájt közvetítjük a Párizs nagydíjáért folyó versenyt, mégpedig most a latin táncok középdöntőjét látjuk majd. Aztán majd természetesen látjuk a standard táncokat is, meg látunk még sok egyéb szépet is. A párok bemutatása folyik, Dávid Gabuzi, Claudia Tavalazzi, Fredrik Puho, Milene Clary, Milicia Serge, Kátya Klepp és Sami Ventura, Debbie Inskip, Hannes Emmerich és Mette Gammelgaard. Csacsacsával kezdünk. A másik fele pedig a döntőnek, Brian és Carmen Watson, Ryan Waite és Natalia Panina, Martin Dillmann, Lydia Weisser, Mark Barbieri, Agnes Morin, Cyril Servo, Angelique Pires és Roman és Monika Pavelec. Miközben itt a középdöntő folyik. El kell, hogy mondjam, hogy a latin versenynek volt egy magyar pár résztvevője is, mégpedig Budás Tibor és Szilvia Cservenák, akik a elődöntőben még szerepeltek, tehát elődöntőbe jutottak. Nem tudom, hogy pillanatra föltűnhetnek-e majd valaha is az este folyamán. Minden esetre, hogyha 47-es rajtszámú párt látják, ők a mieink, de mondom, mi később kapcsolódunk a versenybe, ezért nem valószínű, hogy képre kerüljenek. Egyébként a 14. helyet szerezték meg a nagyon erős mezőnyben. Cyril Servo és Angelique Pires Montreuilből valók, a másik francia pár pedig Marseille-ből. Sajnos csak egy fordulót látunk mindenből, ez volt a középdöntő, majd a döntőre még visszatérünk. Természetesen a következő tánc azért még jön. Amado mio.
és a rumba. Carmen Watson. When we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Paso doble a spanyol tánc. Már a negyedik táncot is kivégeztük. Néhány szép lassítás, vagy visszajátszás inkább. A jive következik. Középdöntő mezőinek a felét most láttuk ugye utoljára.
Davide Gabuzi és Kedir Tavalat, Fitzredi Kjord és Milyen Kári, Milicio Szerzs és Kátya Klepet, Sami Ventura, Debi Inskipet és Hannes Emmerichet, Mette Gamber Gárdnal együtt. Akiket felsoroltam, ugyanis a 7., 8., 9., 10., 11. és 12. helyet foglalják el, és ugye mondtam már, hogy a magyar pár, Dudás Tibor és Cservenák Szilvia 14. lett, és így két helyjel vannak Emlichék mögött, és hát így sajnos nem láttuk őket. Akiket most látunk, ez a világbajnok lengyel csapat, Jantár Elbeg. Standard formációs bemutató show.
Gyönyörű, szép volt, a Jantár Elbadot láttuk. Ha nem csalódom, a Jantár az a borostán követ jelenti. Azt a gyanta követ, amelyet a tenger termel. Formációs tánc világbajnokait láttuk Lengyelországból, a standardtáncok világbajnokai. Lisból, Franciaországból a döntő részvevői. Valamennyiket ismerjük már, és hát bejött itt, amit a szakemberek mondanak és tudnak, hogy hát az utóbbi években a olaszok diktálnak a standard táncokban. Olasz divat van, így is mondhatnám. A tánc természetesen angol keringő, ezzel kezdődik a standard táncok sora. Következik most a tangó majd. Luca Tonello és Jekaterina Barolina. A férfi olasz, ennek ellenére orosz színekben léptek pályára, parkettre. És egy fantasztikus ruha, vagy inkább a szoknya Klandorf kisasszonyom, Kellén Klandorf, észtek, Matsumi és Helen Klandorf. Francia bajnokok.
most megint egy kicsit másféle tánc, Slow Fox következik. Előbb azonban a legszebb részleteket újra megnézzük még. Kipegnek a rókák, ha igaz az, hogy az a róka kipegés, Foxtrot, meg is mondják, Slow Fox egyébként hivatalosan. Ez pedig talán a legnehezebb tánc, a quickstep, persze embere válogatja. Bizonyos szempontból, miután a leggyorsabb és igencsak haladós. Nos, a quickstep azért nehéz, mert igen, csak kell szedni az embernek a lábát. Ah, de még nem is szaladok előre, nézzük ezt lassítva. Szóval mások szerint pedig, aki a bécsi keringőt tudja táncolni igazán, hát olyan pár is nagyon-nagyon kevés van a világon.
Íme ez volt a standard táncok döntője Párizsban, a Velszi Sportcsarnokban 2001-ben. A Párizs nagy díjáért folyó versenyben. És előbb már kezdtem mondani, hogy ez egy többnapos versenysorozat volt, amelyben profik és amatőrök is részt vettek, sőt egy ifjúsági versenykategória is volt, hiszen sporttáncról van szó, vagy táncsportról, ahogy tetszik. És nagyon jó, hogy a sportok közé állítják. Én a győztesek Michele Bonsignori, Monica Baldasseroni, az olaszok, a második helyen Luca Tomello és Ekaterina Barulina, Gianfranco Galeona és Loredana Manigras, a harmadik helyezett Fabio Bossamarina Ferrari, a negyedik Matsumi Helen Kalendorf a ötödik helyen. A standard táncok döntője után természetesen egy latin formációs bemutató illik. Svedra Klaipedra, litván formációs csoport, világ és Európa bajnokok. Listen, you are a beautiful girl. Do you really think so? True perfection. But can I do it? Take it to the ball, and on that runway, walk the body. And remember, shoot that arrow. Yeah.
La Belgia. An extravaganza. Manacy. Fergeteges siker, Cedra Klaipedra, világ és Európa bajnokok. Bravo, bizony bravo. És még hátra van egy bravo, a latin táncok döntője majd. Döntőbe került pár már felsorakozott a parketten. Román és Mónika Pavelec Lengyelországból, a két francia pár, Cyril Servo és Angélique Pires Montreuilből, Marc Barbieri és Agnes Morin Marseille-ből, aztán a németek, Martin Dillmann és Lydia Reisser, valamint Brian és Carmen Watson, és egy holland pár, Ian Wade és Natalia Panina. És már is a csacsacsa, a előír, vagy hagyományos sorrendben az első tánc. Szonék egyszerűen fantasztikusak, csodálatos kettős, Brian és Carmen Watson. Barbier és Moren. Dillmann és Weisser. A lengyelek. Pavelec.
szenzációsak ők is. De hát itt a döntőben vagyunk, és már is a szamba jön. Történetet mesél el, mondd el, ez volt a néhány perc alatt, bámulatos, milyen kifejező erővel. És már is a rombánál vagyunk, gyorsan haladunk, nagyon gyorsan, hiszen rövid a műsoridő. Versenyben vezető és várhatóan győztes vagy nyertes Watson és Carmen. Vezetékneve ebben a városban csak a fiúnak van, ő Brian Watson, Carmen pedig Carmen. Barbieri és Morin. És azért elmondom még egyszer, hát ha valaki csak ide a végében néz majd bele, hogy volt magyar pár a mezőnyben, és nagyon szépen a 14. helyen végzett Tudás Tibor és Cservenák Szilvia itt a latin táncok mezőnyében. Hadd mondjam el, hogy igaz, hogy több osztály van, de összesen 108 pár indult a Bercy sportcsarnok versenyein.
apró kis bika viadalt láttunk. Nézzék a franciákat. Szervó és Fidesz. Aztán megint Carmen. Vitathatatlanul a legelegánsabb a döntőben is. Az utolsó tánc, a Jive. És a kamera nem véletlenül keresi Brian Watsont és Carment. Messze kiemelkedve a mezőnyből ők nyerték a latin táncok versenyét. Ian Waite és Natalia Panina holland színekben a második helyen végzett. Martin Dillmann és Lydia Weiss-szel a harmadik, Marc Barbieri és Agnes Morin. Marseille-ből a negyedik, Cyril Servo és Angélique Pires, Montreux-ből az ötödik helyezett, Román és Mónika Pavelec pedig a hatodik helyet szerzte meg a döntőben Lengyelországból. Itt a második helyezett pár. Dive szövegében a rock and rollról szól a nóta. Nem véletlenül, ha rock and roll nem lenne egy teljesen külön műfaj ma már, akkor itt a Dive helyén talán ez lenne. Az aranyérmesek. Itt pedig az egész döntő felsorakozik. Van nagy verseny végén, hát ez volt Párizs nagy díja és a Swift-tel verseny. Profi. Latin táncosok és standard táncokban. Aztán voltak amatőrök is, volt egy fiatal junior korosztály is. A Jantar Elvag holland formációs csoporttal pedig búcsúzunk, illetve hát már nem is csak velük, hanem mindenkivel, aki a döntő után még részt vett a ünnepi zárásban. Bruno Petit Corinthion együttesből Corinne abba hagyja a táncot. Utoljára láthattuk a Bercyben, remélem a többieket viszont még nagyon-nagyon sokszor látjuk, hiszen csodálatos látványt nyújtanak.